I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on. You know when it click, click through. Try to send this box to the SOB, but biztosan emlékeztek arra a matematika feladatra, ahol ki kellett találni azt, hogy mit csinál a gép. Ma erre fogunk rájönni. Sziasztok, Gajdos Csabi vagyok, és ez itt a fekete doboz. Mielőtt belevágnánk, arra kérnélek, hogyha tetszenek a videók, akkor kattints a feliratkozás gombra, illetve a kis csengőre is, vagy amire csak kell, hogy értesülj a videókról. A fekete dobozok közös jellemzője, hogy az ember egyszer felnyitja őket, akkor elvesztik végleg az eredeti funkciójukat. Pont emiatt a hasonlóan fekete, azaz ismeretlen belső működése rendelkező rendszereknek a tesztjét black box tesztnek hívjuk. A black box tesztnél gyakorlatilag a fantáziánkra hagyatkozunk, beadunk a rendszernek inputokat, és megnézzük, hogy mi jön ki belőle. A kimenetből aztán pedig el tudunk kezdeni következtetni arra, hogy hogyan működik a rendszer. Hogy kicsit érthetőbben elmondjam, vegyük például a Google-nak a tesztjét. Ahhoz, hogy leteszteljem a Google-nak a keresőjét, nem kell tudjam azt, hogy hogyan működik a világ legkomplexebb kereső algoritmusa. Elég csak annyit tudnom, hogy mit szeretnék megtalálni, beírni a kifejezést, megnyomni az Enter-t, vagy rányomni a keresőre, és kiadja az eredményt. Abból, hogy mit adott ki eredménynek, megtudom azt, hogy helyes volt-e vagy sem. Magyarul el tudom dönteni azt, hogy a kimenet, amit a beadott eredmény, beadott érték alapján megkaptam, az helyes volt-e vagy sem. Ahogy ebből a példából is érezhető, az ilyen teszteknek a minősége, az ilyen tesztekből kijövő hibáknak a minősége pontosabban, nem mindig olyan magas, mint hogyha az adott tesztelő érteni a rendszernek az összes működését, az egész rendszernek a működését, azonban nagyon sok esetben nem várhatjuk el a tesztelőtől, hogy értse. Pont ezért viszonylag népszerű ez a teszt is. Például, egy másik példát mondjak, megnyitom a csapot, és folyik belőle a víz. Nem kell ismernem a Reynolds számot, vagy a hidraulika tételeit, ahhoz, hogy megmondjam azt, hogy ha megnyitom a csapot, akkor folyni fog belőle a víz. Ez egy elég ismert működés. Blackbox tesztelésből kiemelek két fő típust, a funkcionális és a nem funkcionális teszteket. Funkcionális tesztek az előző rész végén bemutatott feature vagy funkciótesztek. Ha ezt nem láttátok véletlenül, akkor belinkelem ide, hogy ezt meg tudjátok nézni. A nem funkcionális tesztek olyan követelmények teljesülését vizsgálják, ami nem tartozik szorosan a szorosan vett funkcionalitáshoz. Ilyen például a performancia vagy load teszt, vagy például a security, vagy biztonsági tesztek. A teljesítményteszt röviden annyit akar, hogy egy egyszerű lépéses tesztet egy azon időpillanatban, egy rendszeren elvégeznek nagyon sokszor, és megnézik, hogy mennyit bír alatta a vas. Egy ilyen teljesítményteszt például a DDoS támadás is, ahol a hálózat teljesítő képességét jól ismerő tesztelők próbálják meg elérhetetlené tenni a szervert, és gyakorlatilag ezzel kárt próbálnak okozni. A kérdés, mint mindig, a szándékban van, illetve az etikai kódexben, ami az adott tesztelést vezérli, illetve abban, hogy van-e engedélyünk arra, hogy a tesztet és ilyenfajta tesztet azon a rendszeren elvégezzünk. Ezekről majd később egy másik videóban beszélek. A blackbox teszteléshez tartozik a regresszió is, amiről a hatodik részben beszéltem, és ide belinkelem fölülre. Ezzel szemben a már ismert és kedvelt számológépnél az utolsó kódsorra is rálátunk, így hogyha a tesztjeinket ezek ismeretében írjuk, azok whitebox, azaz fehér doboz tesztek lesznek. Ezt még nem hallottam senkitől se így lefordítva használni. Viszont, hogyha valaki közületek így használja, azt kérlek, írjátok meg kommentben. A whitebox tesztelésnek legtöbbször három szintjét szoktuk megkülönböztetni, viszont mielőtt erre ránézünk, meg kell, hogy tudjuk, hogy mi van a dobozban. Yeah. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady popping zenny, other lady popping molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on heading if you want, I drive it like a... Ha tetszett a videó, iratkozz fel, nyomd meg a kis csengőt, és találkozunk jövő héten.
Köszönöm, hogy végig itt voltál. One